Áldozattá munkanélkülvé válása Gödöllői Kistérségben címmel rendeztek szakmai fórumot február 19-én Gödöllőn, a Család Gyermek Ifjúság Kiemelkedően Közhasznú Egyesület szervezésében, TÁMA projekt keretében. Pece Dániel, Gödöllő alpolgármestere, a város társadalmi felzárkóztatási programjának felelős elmondta, a cél a szociálisan rászorulók felmérése, a társadalmi különbségek csökkentése, a tényleges segítségnyújtás és a közösségépítkezés. A társadalmi felzárkóztatási program nem csak a szegénységben élőkkel foglalkozik, hiszen elegendő, ha arra gondolunk, hogy mennyi az oktatási intézményeinkben mennyi speciális nevelési igényű gyerek tanul, vagy mondjuk az óvodában még tanulásra nem beszélhetünk, és ez nem feltétlenül a szociálisan a peremen lévő családokat érinti, ez megtalálható a jómódban élő családoknál is. De amit én ide írtam, a szegénység és társadalmi kirekesztettség veszélyét növelő legsúlyosabb tényezők az egyén számára Európában, ez nyilván egy anyag, de azt gondolom Magyarországon is, ha elhúzódik a munkanélküliség, ha hosszú távon él alacsony jövedelemből, ha nem megfelelő szintű munkát végez, ha korán elhagyja az iskolát és nincs megfelelő képzettsége, ha a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett családban nő fel, ha rossz egészségi állapotban van, ha drog vagy alkoholfüggő, ha halmozottan hátrányos környezetben él, ha hajléktalan vagy faji megkülönböztetés áldozata. Azt gondolom, hogy a rászorultak száma hazánkban, és így sajnos Gödöllőn is egyre nő, annak ellenére, hogy Gödöllő azért nem egy hátrányos helyzetben lévő régió. A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok megsegítésére. A helyi esélyegyenlőségi program megalkotását jogszabályi kötelezettség írja elő, mondta a projekt menedzsere. A jogszabályi kötelezettségen túl egyrészt pályázaton csak az önkormányzat vehet részt tavaly július 1-től, aki rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal, tehát semmilyen hazai és európai uniós forrásból nem részesülhet egyik önkormányzat sem, ha ilyen programmal nem rendelkezik. A harmadik, ami talán a legfontosabb igazából, hogy összefoglaljuk a területet érintő problémákat. A két fontos fogalmat szeretnék itt igazából az elején még tisztázni, bár ezt úgy gondolom, hogy a teremben ülők többsége teljesen tisztában vele, de hogy az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség kifejezéseket sokszor keverten használjuk. Két nagy különbség itt igazából a két dolog között, hogy az egyik egy tiltás, egy tilalom bizonyos magatartásoktól való tartózkodás miatt, igen, és az esélyegyenlőség pedig biztosítása az pozitív intézkedéseket takar magában. És azt szeretném, hogy maga ez az esélyegyenlőségi program is igazából ilyen pozitív szemléletű, ne igazából a negatív irányba menjen, hanem a pozitív lehetőségeket próbálja megragadni. A törvény pontosan meghatározta, hogy milyen tulajdonságokat nevezünk, milyen tulajdonságok miatt kerülhet valaki hátrányos megkülönböztetésbe. Igazából itt a általános vélekedés mellett nagyon sok, tehát a törvény által is megtalálható 20 szempontot is fel lehet sorolni, mi alapján lehet bárkit megkülönböztetni. És magát a esélyegyenlőségi programban meghatározandó célcsoportokat is meghatározta ez a jogszabály. Itt visszatérnék a alpolgármester úr köszöntőjére, hogy említette, hogy itt sorozatot tervezünk igazából itt a fórumok között a konferenciákkal. Itt a valamelyest a témát az öt célcsoport köré szeretnénk csoportosítani egy-egy szempont szerint. Ugye látható, hogy a célcsoportokat bizonyos meghatározott területek szerint kellett elemeznünk. Oktatás, lakhatás, foglalkoztatás, egészségügy és szociális helyzet. Itt mai nap ugye elsősorban foglalkoztatási szempontból elemzünk, és talán egy kicsit kiemelten a női célcsoportot vesszük górcső alá, vagy elemzés alá.
A helyi esélyegyenlőségi program foglalkozik a nők, a gyerekek, a romák, az idősek és a fogyatékkal élők helyzetével, problémáival is, fókuszál az atipikus foglalkoztatási formákra, az akadálymentesítésre, a családon belül erőszak vagy a trükkös lopások kérdésére is. Szabó Zsuzsanna, a járási munkaügyi hivatal vezetője előadásában kifejtette, a mai gazdasági helyzetben nem az a jellemző, hogy egy életet le lehet dolgozni egy munkahelyen. Hát Valkó sajnos mindig is az álláskeresők tekintetében a legnehezebb helyzetben lévő település a kirendeltségi körzetünkben, de például tavalyi évben Zsámbok volt a második, most pedig eléggé lecsúszott, tehát a középmezőny felé halad. Vácegres és Dány sajnos a település népesség összetételének következtében a hosszú időtartamú és kisebbségihez tartozók létszámát tekintetében magasabb itt az aránya a regisztrált álláskeresőknek. És ugye a másik oldalon látjuk Nagytarcsa, Kistarcsa, Csömör, itt egyértelműen Budapest közelsége, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erősen hat arra, hogy az álláskeresők kiebb számban vannak. Aszóda maga városi létével, meg az ott oda települt ipari és szolgáltató szférával nagy felvevő munkaerőpiaci szempontból. Veresegyház szintén ehhez és Pécel pedig a budapesti közelségének köszönhetően jobb arányt képvisel. A regisztrált álláskeresők száma hogyan alakult az elmúlt évek tekintetében? Ugye mindannyian hallottak a téli közfoglalkoztatási programunkról, amiben a mi régiónk is nagy számban részt vesz. Itt a tavalyi év 4475 fős átlagos álláskeresők létszámával picit jobb arányt képviselünk, mint az elmúlt évek 5000 fő körüli létszáma. Ebben természetesen benne van az is, hogy a téli közfoglalkoztatási programban több mint 800 fő foglalkoztatását tudtuk biztosítani az év végén, és ezért az évvégi adatok egy picit jobban mutatnak. A regisztrált álláskeresőket még meg tudjuk vizsgálni női és férfi megoszlás közt. Itt viccelődtem az elején, hogy milyen érdekfeszítő téma, hogy vajon a férfiak vagy a nők vannak többen, szinte egyenlő arányban vannak az álláskeresők között, ami viszont majd később lesz érdekes, hogy a férfiaknak mégis, mintha nagyobb esélye lenne visszatérni a munkaerőpiacra állásuk elvesztését követően, mint női társaiknak. Ami érdekes, hogy ugye a 2010 évben még a férfiak voltak többen, most egyre többen kényszerülnek nők közül is vissza a munkaerőpiacra, és keresnek meg minket, regisztrálnak álláskeresőként, akár már pályakezdőként, akár gyerről visszatérőként. Beszéltünk itt az előbb a korcsoporti megoszlásokról, ugye elkészítettem ezt a diagramot, ahol ugye csak az látszik, hogy évről évre hogyan változik a 25 év alattiak, illetve a 25-54 év közöttiek és az 55 év felettieknek az aránya. Ez még igazán nem mutat sokat, hiszen az előző ábrán látszott, hogy csökkent az álláskeresők száma. Itt az látszik, hogy mind a három korcsoportban csökkent. Viszont ha arányaiban nézzük meg a korcsoportokat, akkor egy szerintem elég rossz tendenciára figyelhetünk fel, hogy a regisztrált álláskeresők között sajnálatosan a 25 év alattiak száma emelkedik nagy mértékben, illetve az 55 év felettiek is. A Kontakt Alapítvány munkatársa arról is beszélt, hogy csak januárban 100-an regisztráltak be hozzájuk segítséget kérni a pályaorientációs tanácsadáson résztvevő fiatalok mellett, amit igen magas számnak tart. Hogyan is kapcsolódik alapvetően a tartósan állást keresők, hogyan kapcsolódnak az áldozattá válásra, mikor ott tart, hogy nem tud elhelyezkedni évek óta,
és hogy valamilyen módon mégiscsak meg kell élni, akkor hajlamos arra, hogy mondjuk próbanapra elmegy dolgozni például. Ugye ezek a próbanapok jellemzően a kereskedelemben, az építőiparban, a vendéglátásban jellemzőek, ahol az arra az egy napra ugye nem tudják, nem is van, nincs is ilyen forma, jogi forma, hogy próbanapra bejelenteni. És nem jelenti be, feketén dolgozik, vagy kifizetik, vagy nem fizetik ki, és tulajdonképpen ott marad, hogy egy napot dolgozott valahol, és nem kap esetleg bért a nap végén, és nem kap visszajelzést sem arra, hogy akkor őt választották esetleg egy-két héten belül. Ugye van olyan cég, aki ezt napi szinten megteszi, és mindig mást alkalmaz egy-egy napra. Ott van a fekete munka, ami szintén nehézséget jelent, hogy nem jelentik be őket. Volt olyan ügyfelünk, a múlt héten jött be, hogy kiderült, hogy 6 évig nem volt bejelentve egy céghez, most nyugdíjba szeretett volna menni, és nem tud, mert ez a 6 év hiányzik, nem volt bejelentve, és miért ez a 6 év hiányzik ahhoz, hogy el tudjon menni nyugdíjba. És ami még nagyon több esetben több ügyfelünkkel is megtörtént, hogy valami módon áldozattá váltak, hogy külföldre. Ugye hitelt vettek föl, ugye itt megélhetési gondok voltak, ilyen hitelspirálba keveredtek, és úgy döntöttek, hogy kimennek külföldre szerencsét próbálni. Több adóssága jött haza, mint hogy kiment több ügyfelünk is, mert hogy kint mégsem volt munka, de a szállásért fizetni kellett, étkezésért fizetni kellett, és úgy jött haza, hogy még nagyobb bajba volt, még mielőtt kiment volna. Azt gondolom, hogy ezt mindenképpen figyelnünk kell, hogy megfelelő információval rendelkezzenek ezek az ügyfeleink, hogy ezek a dolgok ne történjenek meg velük. A másik célcsoport, akiről ugye említettem, hogy beszélni szeretnék, ők a fiatalok, akik lemorzsolódnak a szakképzésből, vagy általános iskolából, vagy esetleg érettség után semmilyen szakmát nem választanak. Hogy náluk milyen problémák fordulnak elő, milyen nehézségekkel küzdünk. Az egyik kedvenc mondatom, ezt 3 héttel ezelőtt hallottam, hogy csillag leszek, a csillag születik be, tehát ez egy karrierterv volt az egyik fiatalnak, vagy egy bárban fogok énekelni. És hogy azon, hogy a realitás hiányzik a fiataloknál, hogy nem tudják, hogy a munkaerőpiacban milyen igények vannak, milyen végzettségek vannak, milyen lehetőségek vannak. Fontos számukra az, hogy kevés munkával sok pénzt keressenek, minél kevesebb energiabefektetéssel. Ugye ezt látják a különböző műsorokban, ezt sugározzák nekik a média is alapvetően. És hát ugye, mert a kevés munkával sok pénz, ez nyitnak esetleg a bűnözés irányába is, tehát hogy hajlamosak esetleg ilyen lopásokra, betörésekre, ezt tapasztalatból is tudjuk. Illetve ugye ez valamilyen módon sik is egy bizonyos körökben az, hogyha én így szerzem a pénzt, és ettől leszek én nagy menő alapvetően, és ettől leszek én valaki az adott korcsoportomban, adott közösségben is. A Jólét Alapítvány elnöke részmunkaidős lehetőségekről is szót ejtett. Vannak már részmunkaidős állások, de a kereskedelemben, alulképzett munkakörökben, pénztárosként, takarítóként vannak olyan részmunkaidős munkakörök, amik persze sok esetben megint nem összeegyeztethetők a családi élettel, mert kényszer részmunkaidőről beszélünk, ott, ahol a munkahely nincs tekintettel arra, hogy milyen műszakbeosztással hívja be a munkatársait, tehát ezek sem feltétlenül jelentenek megoldást arra, hogy a munkát és a magánéletet jól össze lehessen egyeztetni, nem beszélve arról, hogy milyen alacsonyan fizetett munkakörökről beszélünk, milyen magas a munkába járás költsége arányosan, tehát sokan kiszolgáltatottságból és természetesen vállalják ezeket a munkaköröket is. Nagy szomorúságomra nagyon képzett nők is esetleg beülnek a Tesco-ba pénztárosnak, mert olyan a munkaidőbeosztás, hogy kénytelenek, vagy nem találnak másmilyen állást, de ez nem az a részmunkaidő, amiről mi beszélni szeretnénk, vagy anyabarát munkának tudnánk ezt tekinteni. Azt gondoljuk, hogy mivel az egyetemeken már nagyjából legalábbis fele-fele a nők és férfiak aránya, a nők nem hülyébbek, mint a férfiak, ennek ellenére az élet minden területén bizonyos szempontból hátrányba kerülnek, akár úgy is, hogy vezetői pozíciókig nem jutnak el, akár úgy is, hogy a fizetésük az életcikluson keresztül alacsonyabb, és ennek következtében végig azért nyugdíjban is alacsonyabb a nyugdíjuk is. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a nők tehetségére számítani kell a munkavilágában, ezt magukra valami adó cégek fel is ismerik, roppant odaadó munkavállalók vannak itt is, úgy gondolom, hogy elég jó a
semmi arány ebből a szempontból. Tudunk sokat dolgozni, nagyon jól dolgozunk, és akik ezt, sokan ezt fel is ismerik. Mikor vannak a látható problémák valóban az anyasággal összefüggésben a nők munkahelyi szerepvállalását illetően, de valójában, ahogy utaltam rá korábban, valójában a teljes életcikluson keresztül hátrányban tudnak lenni a nők. És hogyha mondjuk a munkaügyi központok statisztikáit megnézzük, az, hogy mennyi idő alatt tudnak újra elhelyezkedni nők és férfiak, ez azért eléggé változatos. Férfiak valószínűleg könnyebben és gyorsabban tudnak mind a mai napig elhelyezkedni, bár a nők most képzettebbek, és sok mindent bevállalnak a családok érdekében, és ugye mennyi egyedülálló anya van, aki aztán nagyon sok mindent megtesz annak érdekében, hogy azonnal dolgozom, meg gondoskodni kell a gyerkőcökről. De nagyon fontosak az adatok, az árnyalatok ebben. Nos, a nőket pusztán az anyává válás általi fenyegetettség ismer, diszkriminálja. A Gödöllői kistérségben foglalkoztatási paktum jött létre, amely együttműködésre ad lehetőséget a munkaerőpiac szereplői között, és projektek indulhatnak. Itt egy olyan helyzetfelismerés született, hogy bár itt a térségben számos gyógyszergyár működik, mégis folyamatos munkaerőhiányban, hát leginkább vegyésztechnikus hiányban szenvednek, és nagyon nehezen tudnak munkaerőt találni, mivel hogy az országban viszont csak nagyon, azt hiszem, egy vagy két helyen folyt korábban ilyen jellegű képzés. És hát ennek a hiánynak a képviselője ebben az együttműködésben a Teva gyógyszergyár ZRT volt, akik tehát itt a paktum keretében a munkahelyi központtal, egyrészt másrészt pedig a Madách Imre szakközépiskolával megismerkedvén alakítottak ki egy ilyen együttműködést, aminek az volt a célja, hogy majd előbb-utóbb itt az iskolában is legyen vegyésztechnikus képzés és ilyen hasonló képzés, és hát aztán később, amikor indult ez a folyamat, akkor a Nasszály Galga Tiszk is belépett ebbe a folyamatba. És tehát ennek eredményeként először egy egyéves laboráns képzést sikerült létrehozni, amelyet a munkahelyi központ finanszírozott, majd utána sikerült az iskolában a vegyésztechnikus képzést is beindítani. Tehát itt mondjuk a paktumoknak ez egy nagyon fontos szerepe lehet, hogy egy adott térségben feltérképezzék, hogy milyen jellegű ilyen képzési hiányok vannak, a hiány szakmákat hogy tudjanak igazítani képzéseket.